A Tech2 nézzék az LG G Flex telefonnal, ami sajnos 799 euróban egy jó kis drága kis telefon lesz, 250 ezer forint körül, talán kicsit több is, hogyha Magyarországon egyáltalán megjelenik. Addig is most röviden be tudom nektek mutatni, hogy mi érdekes találtam majd a dobozban, hogyha tényleg tiétek lesz majd. Nagyon szép kis fekete kis mat dobozban találunk egy ilyen érdekes formát, hogy látjátok, ez már kicsit mutatja azt, hogy hogy fog kinézni a telefon, mert biztosan láttátok, mert a Session Ádám levideózta nektek, de itt a háttér még egyszer le tudnánk olvasni, mit igazából tud. Egy HD kijelző van benne, nem Full HD, 1280x720. Van 6 incsen igazából feloszlódva, ez igazából az egyetlen hátrány a telefonok, hogy nem Full HD, különben 13 megapixel kamera hátul, 2 elől, 2 giga RAM, Snapdragon 800 proci, 32 GB tárhely, amiből 24 kb. Használható, különben még van benne Wi-Fi, ami nem csak A, B, G, N, hanem még AC is benne van, vagyis a leggyorsabb, legújabb Wi-Fi-t is tudja. Persze van benne 4G, LTE, 3G, HSP app, blablabla, minden. Miracast, és igazából ezt tudom sorolni, olyan sok minden lesz benne, majd mindjárt meglátjátok, hogyha kiveszem itt a dobozból, és utána még össze is hasonlítjuk amúgy nektek külön a Nokia 1520-szal, LG G2-vel, amit szerintem ez még mindig érdemes megvenni, legalább júniusig ez egyik a legjobb telefon LG-től, meg igazából mindenki mástól is, Samsung Galaxy Note 3, konkurencia igazából, hasonló nagy méretben, meg persze egy Apple iPhone 5 vagy 5S, mivel hogy ez nem túl nagy, de még mindig elvileg az is egy prémium készülék, de hát persze majd meglátjuk, hogy a 6 inch LG G Flexhez képest, ami tényleg így komplett át van hajlítva, ezért is a név, ja, hogy arányul majd. Nagyon szép kis készülék, ez a világ első készüléke, ami neki egy hajlított aksia van. Képernyőben nem ők az elsők, Samsungnak is volt már egy Galaxy Round, ami Európában nem ilyen meg, ez most Németországon tényleg meg is jelent. És de a Round az amúgy úgy van meghajlítva, hogy így. Itt az alján, hogy látjuk, ez egyenes, ezt meg szerintem talán még lehet, hogy okosabb is, hogy LG így hajtotta meg, de így az aksit is meg kellett hajlítani, ezért nem is lehet levenni a hátulját, de majd részleteket mindjárt elmondom, egyenlőre nézzük meg még mi van a dobozban, majd itt megtalálunk például egy rövid leíráston, 50 oldalon, hogy a G2-t hogy kell használni, SIM-kártyát belerakni, pár androidos dolog, ne dobjuk ki a szemétben majd, meg stb. Mert hogy persze van már egy akkumulátor, 3500 mAh-es amúgy, a töltőt hozzá itt már is találjuk, 1,8 ampert ad ki 5 voltnál, sima töltő, USB bemenettel vagy kimeneteit és fóliában becsomagolva ezt meg le tudjuk venni. Neki most nem annyira izgalmas, mert van úgyis töltőm. Aztán kapunk hozzá egy micro USB kábelt is, adatot át tudunk rajta vinni, USB 3-at is amúgy tud. Akkor hogyha sima micro USB, a kábel jó kis vastag, stabil, remélem nem fogunk tönkre menni, és egy felhatalmazó, amit már ismerünk, a LG Quad Beat 2 LE530-nak is hívják, ezek in-ear felhatalmazók, jó minőségű, lapos kábellel, igazából én azt amúgy is szeretem, így hogyha zsebre rakjuk ki, simán össze gabajozzuk, akkor nem gabajozódik igazából össze könnyűben, majd szét tudjuk szedni, nagyon szép kis in-ear, fém hátulja van, LG van rányomtatva, és ja, eléggé kellemesen néz ki. És itt látjuk még egyszer, hogy akkor ezt majd itt simán be tudjuk dugni a készülékünkbe, és nagyon kellemesen lehet majd használni. Három gombunk van hangerőszabályozni, ki is bekaps, mármint hogy felvenni és lerakni a zenét, vagy a hívást, meg persze más oldalán még van egy mikrofon is. Ha az innyének nem tetszik a mérete, van még más méret is hozzá. De hát, mint a G2-n is már ez volt benne, meg azt hiszem a G Pro-nál is, a telefonoknál, és egy utolsó dolog, ami persze még nagyon fontos, hogy tudjuk majd használni is, hogyha még nem volt nektek ilyen telefonotok, amiben ilyen SIM kártya port van, amit egy ilyen kis pinnel majd használni kell, ezt kiveszik ezt a kis fém darabot, és majd beledugjuk a telefonba, hogy a kis SIM kártya port itt majd kijöjjön, ahol majd a mikro SIM kártyát be tudjuk rakni, ehhez még nem nano SIM kell, most egy kicsit közelebb megyek és refókuszálom a kamerát, aztán kicsit jobban látjátok a készléket, itt ezen az oldalon majd tényleg ezt kell, hogy bedugjuk, aztán kijön ez a SIM kártya, különben ezen az oldalon nem találunk semmit, itt most még egyszer szépen látjátok, hogy mennyire van igazából meghajlítva. Tetején itt csak azt látjuk, hogy itt van egy mikrofonjuk, nagyon kis kicsike, máskor nem találunk igazából semmit,
Csak az alján még egyszer egy micro USB port, ahol meg tudjuk tölteni és az adatokat átvinni, mikrofon és felható meg headset port. Elején itt látjuk azt, hogy van egy kamera, 2 megapixel plusz szenzorok, hangszóró, alig lehet érezni amúgy, hogyha átmegy az ujjunkra rajta. Itt van ez a Gorilla Glass 2 háta mögött a P-OLED screen, P azért, mert plastik, műanyag azért, hogy meg lehessen így hajtani, az alján meg csak az LG logó, itt nincsenek LED gombok, hogyha bekapcsolom kettő hozzáérésre, akkor majd látjuk, hogy tényleg nem világít semmi, és itt a holdat lehet egy kicsit mozgatni. Különben a hátulját is még röviden megtekintjük így közelről. Itt van egy infravörös szenzor azért, hogy tudjuk használni, mint a G2-nél, mint TV kapcsoló, az a G2-n itt elől találtuk meg a kis infravörös lyukat, nem a hátulján. Itt most itt rakták. Van aztán kis lámpa, 13 megapixel kamera, és a gomb, hogyha megnyomjuk, világít, most már komplet, és akár pirosan is tud világítani, hogyha valaki nagyon sokszor próbál amiket hívni, vagy elérni, mert nagyon fontos, de tényleg csak így le van rakva az asztalra, és csak néha fehéren pislogna, az nem annyira érdekes, de pirosan is tud villogni akkor majd, hogyha tényleg sokszor egymás után hív fel valaki minket rövid idő alatt. Hangerőszabályzókat, most már ezeket is érezzük, kicsit kiállít egy ilyen kis fém darab középen, nem nagyon zavaró, de legalább lehet érezni így a különbséget a gombok között. Az alján meg itt még egyszer látjuk azt, hogy van rajta egy ilyen hangszóró, azt most ide rakták, nem eddig, mint itt eddig az aljára. Ez igazából elég okos, mert hogyha a lapos asztalon lesz így lerakva igazából, akkor az, hogy a hangszóró nem ér hozzá az asztalhoz, az asztal tudja használni, mint rezonanciás test, és így a hang még egyszer sokkal szebb lesz. Jó, hát szerintem most eléggé jól láttuk, majd lesz még egy kacolás teszt is, amit csinálunk, mert elvileg a hátul olyan műanyaggal van bevonva, akkor ugye nem olyan szépen néz ki ez a műanyag itt, mert hogy eléggé szépen csillog, villog is látszanak az ujjlenyomatok rajta. Simán, elvileg kulcssal, vagy pénzzel a zsebünkbe tudjuk rakni, most persze, hogyha én egy ólót használnék, és nagyon szépen megkarcolnám, mondjuk így, akkor talán látjuk itt a kis karcolásokat, de ezek elvileg szerintem a videó végére el is fognak tűnni. Ja, itt most raktam bele egy elég szépet itt a kamera alatt, ezt itt sajnos elég rosszul lehet látni, de talán még egyszer megpróbálom. Nem nyomom oda nagyon persze, de pont azért, mert elvileg csak ilyen nagyon kis karcolások ellen kéne, hogy segítsen, nem is tudom, hogy látszik-e valamennyire, de szerintem szinte egyáltalán nem látszik, hogy miket csináltam éppen. Majd ezt még egyszer próbálom jobban felvenni, vagy az Ádám is majd szépen rázumol, aztán majd tényleg ezt megpróbálok még szebben felvenni. Én látom benne, hogy csináltam kalcolásokat, és remélem, hogy tényleg egy-két percen belül tényleg el fognak tűnni, mint ahogy az LG megígérte. Na jó, de folytassuk a szoftverrel egy kicsit, plusz utána majd még megnézzük, ahogy említettem, a méretben a különbséget a többi telefonnal. Ahogy láttatok, azért már bemutatom, így simán fel lehet indítani te a telefont, és azért érdekes, mert hogyha például két új egy oldalra húzzuk, akkor a Q Cinemát azt hiszem, vagy Q Theatert látjuk majd, ahol már is a fényképeket, videókat és YouTube videókat tudjuk megtekinteni, amik vannak a készléken. Ez nem rossz, hogyha félre valakinek csak képeket akarom bemutatni. Ez egy elég szép kis feature, különben, hogyha belemegyünk simán ide az Android felületbe, akkor látjuk, hogy a G-Flex persze van egy csomó külön szoftver, de Snapdragon 802 GB meg hasonló miatt igazából annyira nem különleges, de hát majd egy komplet test videóban ezeket még mind be tudom mutatni, hogy tényleg itt nagyon szépen lehet igazából majd dolgozni, és akár, és itt látjátok is már a különbséget azzal, hogy így meg van hajlítva az egész, amit szerintem legjobban olyankor lehet látni, hogyha belemik a settingsbe, és lehet egy ilyen szép kis listán végigmenni. Itt nagyon lehet érezni azt, hogy meg van hajlítva a képernyő, és nagyon hamar hozzá is lehet szokni. Na majd filmnézésnél is érdekes lesz, mert hogyha filmet nézünk, akkor azzal levő, hogy meg van hajlítva, azt mondja nekünk LG, mind a kettő szemünk ugyanolyan messze néz, és ezáltal nagyon kellemes használni, mivel nincs az, hogy egy ponton néznek is igazából kellemetlen egy pontot nézni a közepét, hanem tényleg nagyon kellemes majd ezt használni. És ami még nekem feltűnt az, hogyha simán rátekintünk előről rá, és fentről mondjuk sütne a nap, vagy most is fény van fentről, nem a szemünkbe világít vissza, úgymond nem verődik vissza a fény oda direkt, hanem valva máshova azzal, hogy direkt más irányokba ez a konkáv, igen, forma
van rajta, ezáltal máshova majd elviszi a fényt. Na, de majd a szoftvert részletesen bemutatjuk nektek, egyelőre addig itt, ahogy láthatóan nagyon szépen a Lumia 1520-hoz képest nagyobb, mivel igazából mind a kettő 6 inches, telefon, érdekes, hogy ennyivel nagyobb tényleg ez a Nokia Lumia 1520. Talán a kamerája annak még mindig egy kicsit jobb, most egy kicsit egymásra raktam őket, itt látjuk, hogy egy pár milliméter különbség azért van körbe, vastagságra, és persze itt mindig ez érdekes látni, hogy a LG tényleg hogy fekszik rajta fel, ilyen érdekes, ja, ez már egy convex. Aztán, hogyha összehasonlítjuk mondjuk a G2-vel, én ezt sok embernek ajánlottam, én mindig ajánlom, nagyon szép kis telefon, 5,2 inch 6 inch ellen, ennek Full HD-je van, és igazából külön ugyanolyan hardware-e, csak persze nincs meghajítva a képernyője, és nem 3500 mAh, hanem csak 3000. Egymásra rakom őket, akkor itt még egyszer látjuk méretben, oké, így fair, méretben hasonló. Van még egy Samsung Galaxy Note 3, amit említettem, előről megint 5,7 inch 6 inch ellen, nem túl nagy a méretkülönbség, mondanám én, de erről még csináltam még egy videót, úgyhogy azt majd meg tudjátok tekinteni. Külön funkcióban itt is ugyanannyi van infravörös, nagy akkumulátor, amit itt ki lehet mondjuk cserélni, és microSD is van, és van egy stylusunk is, úgyhogy lehet, hogy ez már embereknek inkább tetszik majd a bőr hátuljával, de innovációban ez persze sokkal többet ajánl majd nektek, és Apple iPhone 5 vagy 5S, sima négy kis pinduri képernyővel, imádják az emberek még mindig, de igazából szerintem nem érdemes venni. Ja, méretben látjuk itt persze nagy a különbség, előről is, mint látjátok, fel vagyok, úgyhogy tényleg simán meg tudná enni a G Flex, és vastagságban itt is hasonló az egész, úgyhogy egyáltalán nincs nagy különbség, úgymond, még egyszer így előről látjuk, hogy nevetséges az egész, de hát igen, Apple még mindig el tudja jól adni, és ez is volt az LG G Flexnek az első unboxing videó, remélem tetszett. Nevem Gábor, Lázsa, Tech2-nek most éppen köszönöm, benézhetek Magyarországon, ahogy említettem, nem tudom mikor jön, február 7-től Németországon tudjátok importálni 799 euróját. Ebben a színben csak, világszerte eddig csak ebben van, és további extrákat majd még bemutat LG hozzá, és a test videónkat majd megtaláltok itt a Tech2-n, és a szöveget is hozzá tech2.hu-n.